Incsiklandó illatok lengték be szombat délelőtt a Tisza partját Magyarkanizsánál az első nemzetközi vadásznapokon, hiszen vadhús főző versenyt is tartottak. 47 versenyző érkezett Vajdaságból. A kanizsai Lőrinc Rudolf elárult a titkát, amikor vadat főz. A káposztát azt rátettem azért, mert egy kis fagyú zsíroságot láttam rajta, és ugye ez az édes káposzta, félbevágva ez összeszedi. Vörös hagyma, finom, friss őszhús, boróka, birsalma, só, bors, piros paprika, esetleg vörösbor. Ezek kerüljenek a bográcsba, ha finom őszpörköltet szeretnénk főzni, tanácsolta Ősszabó Imre, zsűri elnök. Azt várjuk el, hogy szép színe legyen, jó áloga legyen az ételnek, hogy besűrűsödjön, a hús megfőjön. A rendezvényt a Magyar Kanizsai Kapitányréti Vadász Egyesület szervezte. Céljuk, hogy a vadászatot környezetvédő, megőrző perspektívából mutassák be a közönségnek. Az Egyesület 250 tagja, 38 ezer hektár vadászterületen gazdálkodik. Megpróbálunk egy manifestációt csinálni itt, hogy próbáljuk a kanizsai lakosoknak bemutatni, hogy vadászok mit is csinálnak, hogy ne legyen az a régi mese, hogy vadászok járnak az erdőbe, lőnek mindent, és akkor végén befejezik kosmába. Azt szeretnénk mutatni, hogy vannak vadászkutyák, vannak dolgok, amit a vadászok csinálnak, őrzik a természetet, vigyáznak a vadra, és ha valami problémák vannak, akkor valószínű, hogy segítenek ebbe. Az eseményre vendégül várták Szerbia és Vajdaság vadászszövetségét. Az első vadásznapokat Magyar Kanizsa önkormányzata támogatta. Este a színpadon színes szórakoztató műsor várja vendégeket.